Teljes erőbedobással dolgoznak a frissen hullott hó eltakarításán a Városgondnokság szakemberei. A síkosságmentesítést a főbb útvonalakon és a járdákon kezdték meg. Amint eláll a hóesés, a mellékutak takarítása is megkezdődhet. A múlt héten 500 tonna sót szórtak az utakra. A 14 munkagép mellett 50 ember dolgozik a síkosságmentesítésben, mely rengeteg költséggel jár. Közel 100 millió forintba kerül a városnak a hóeltakarítás. Lehetne sokkal több géppel, lehetne sokkal gyorsabban is, de rengeteg pénzt emésztene föl, ami azért megfontolandó a mai gazdasági helyzetben, hogy milyen elvárás van a hóeltakarítással szemben. Azt kell tudomásul venni, hogy amikor esik a hó, akkor lassabban kell közlekedni, és nehezebben tudunk közlekedni. A szerda délutáni, illetve csütörtöki időjárás miatt számos baleset történt a megye útjain. 50 balesethez riasztották a tűzoltókat, és több utat le kellett zárni. A mára virradóra hullott friss hó miatt szerencsére nem történtek komolyabb balesetek. Mindösszesen két esetben volt szükség a katasztrófavédelem és a tűzoltók beavatkozására. Az előrejelzések szerint nem várható hétvégére nagyobb mennyiségű csapat és erős szél sem. Ettől függetlenül a katasztrófavédők készenlétben állnak. Figyelemmel kísérjük az időjárás előrejelzéseket. Ezek alapján nem várható erős szél és jelentős mennyiségű csapadék sem. Ugyanakkor a közútkezelővel, a rendőrséggel, volánnal és a vasút szakembereivel folyamatosan kapcsolatot tart az ügyeletünk. Magosi Lajos tűzoltó alezredes hozzátette, a katasztrófavédelem kezdeményezni fog egy módosítást a KRESZ-ben. Ugyanis még hazánkban nem, a szomszédos országokban ilyen időjárási körülmények között a kamionok csak úgy léphetik át az országhatárt, ha téli gumival, illetve hólánccal van felszerelve. Úgy véli, amennyiben hazánkban is bevezetnék ezt a jogszabályt, kevesebb baleset történne a csúszós utakon.